Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, a Weekend mai adásában beszélgetünk a Vikaer Sándor Zeneiskola sikereiről, cirkuszba is megyünk, és vendégül látunk egy fiatal divattervezőt, jön hozzánk nyomtató Enikő, ellátogatunk a Bencsvilába, és szó lesz a Panyola Fest 2018-as plakátjáról is. Mindenek előtt azonban nem feledkezhetünk meg arról, hogy március 15-e van. 1848. március 15-e a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hazánk újkori történetének egyik meghatározó eseménye, társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója. Magyarország a török kiűzése és a Rákóczi szabadságharc elbukása után erősen korlátozott, mégis meglévő önállóságot élvezve volt része a Habsburg birodalomnak. Ezeket a viszonyokat az 1723-ban elfogadott pragmatika szankció törvényesen is rendezte. 1842-ben Széchenyi István így írt az akkori időkről: a magyar mélyen aludt, neközben nyelvét felejti, nemzeti színét veszti. Sok azt hitte, nem eszmél már fel több, és el van olvasztva. De a magyar felébredt, mi halovány színben, mi torzanakban, kiki előtt ismeretes. Az 1848-as tavaszi átalakulás programja majdnem két évtizedes előkészítő munka eredménye. Már megjelenhettek az országos nyilvánosság színpadán a leendő forradalom vezetői. Közülük Kossuth Lajos március 3-án elmondott beszéde fogalmazta meg programszerűen az akkori ellenzék követeléseit. A végső lökést a reformok ügyében 1848. március 15-e jelentette, amikor a pesti radikális forradalmi ifjúság vér nélkül érvényt szerzett a 12 pontnak. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Aznap reggel Petőfi a Pilvax kávéházba sietett, ahol az ifjak összegyűltek. Innen indultak el az előzetes megállapodás szerint először a jogi egyetemhez, majd az orvosi egyetemre. Petőfi mindenhol elszavalta a nemzeti dalt, Jókai felolvasta a 12 pontot, 10 óra után már 5000-es tömeg követte őket. Délután a városházára mentek, ahol a 12 pont elfogadását sürgették. A tanásterem megnyílt, a pontokat a polgármester és a tanács tagjai aláírták, majd az ablakon át felmutatták a népnek. A következő kívánalom Táncsics Mihály szabadon bocsátása volt, aki sajtói vétség miatt volt fogva Budán. Ennek teljesítésére 4 óra után érkeztek Budára. Zichy Ferenc, a helytartó tanács elnöke azonnal szabadon bocsátotta Táncsicsot, a nép pedig saját kezével vont át kocsiját Budáról a Nemzeti Színház teréig. Itt aznap a betiltott Bánbánt is előadták, a színészek nemzeti színű kokárdával léptek ki a színpadra. Március 16-án már mások álltak a mozgalom élére, így vált az országos jelentőségűvé. A forrongó nép a nemzethőrség azonnali életbe léptetését követelte, aláírásgyűjtésbe kezdtek, és néhány óra alatt több ezer aláírást gyűjtöttek össze. Az akkor már 25 ezres tömeg fegyvereket is követett. Az alválasztmány úgy határozott, városnegyedenként 100-100 férfit választanak ki maguk közül, akik óránként felváltva egymást, mint nemzetőrök az éjjel kivilágított város nyugalma fölött törködnek majd. A többi fegyver kiadását későbbre halasztják. Az ablakokból ekkor már nemzeti színű lobogók fügtek, a néptömeg harsogta, éljen a szabadság. Március 16-án Bécsbe is eljutott a pesti forradalom híre. Az udvar meghátrált, s kénytelen volt engedni a pozsonyi küldöttség követeléseinek. Hozzájárult március 17-én gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki kinevezéséhez, beleegyezett az önálló magyar kormány megalakulásába. Megígérte, hogy a király szentesíti a reformtörvényeket. A gróf Batthyány Lajos vezetésével megalakuló új kormány már nem a királynak, hanem az ország választott képviselőinek, a Magyarország gyűlésnek tartozott felelősséggel. Ezért tehát független és felelős kormány volt. Ötvenkét alkotó 112 plakátja indult azon a pályázaton, amelynek a címe az volt, hogy Mindent egy lapra, és vendégünk Fekete Éva, aki Mindent egy lapra föltéve, ugye pályázott ezen a bizonyos, vagyis hát legalábbis indult ezen a pályázaton, olyan nagy sikerrel, hogy meg is nyerted, Éva. Hát gratulálunk szívből. Köszönöm szépen. Mégpedig a Panyola Fest arculat tervezőjeként indultál. Egyáltalán mikor kerültél kapcsolatba a fesztivál szervezőivel?
Én ős kövület vagyok a Panyola Fest csapatában. Hát mondhatom, hogy a csapat tagja vagyok, hiszen az első alkalommal, amikor még nem is Panyola Festnek hívták, akkor látogatóként részt vettem akkor még Pálinka napnak nevezett rendezvényen, és hát első pillanat szerelem volt első látásra, tehát egyszerűen annyira jól éreztem magam ott, és annyira magával ragadott az ottani atmoszféra, az a közösség, aki ott ténykedett azért, hogy ez a rendezvény egy unikum legyen. Ez mikor volt amúgy? Ez 2006-ban. Volt az, amikor én először oda látogattam, és akkor utána már én azonnal meg is kerestem azokat a szálokat, ahogy föl lehet venni a szervezőkkel a kapcsolatot, és hát tényleg első pillanattól kezdve szinte ilyen baráti, és későbbiekben pedig már olyan, mint egy család, olyan kapcsolat alakult ki a csapattal, és hát tényleg én abszolút szívvel, lélekkel és önkéntesként vettem részt akkor is ebben a szervezésben, és a kreatív ötleteimmel, meg az én plusz gondolataimmal próbáltam egy kicsit hozzájárulni ahhoz, hogy a Panyola Fest kitűnjön a falu naptengerből. Ami egyébként szerintem tökéletesen sikerült, ez bizonyítja az is, hogy tavaly megkapták a minősítést, tehát ők most már egy minősített, és hát mi egy minősített fesztivál vagyunk a tavalyi évtől, ami szerintem egy nagyon-nagyon szép teljesítmény egy 600 lelkes településnek az életében, meg egy nagyon szép teljesítmény egy valóban egy kis településtől, mert hogy ők folyamatosan fókuszálnak arra, hogy egy olyan minőség társuljon minden pillanatban ehhez a fesztiválhoz, ami ugye ott abból az atmoszférából, ami ott van ezen a kis településen, önmagától is adódna, de ők amit hozzátesznek, ehhez az is egy olyan plusz minőség, hogy tényleg ámulatba ejtő. Nos hát, ugye itt említetted, hogy 2006, tehát 12 év alatt, mint egy igazán finom, ledugaszolt pálinka, ez tényleg megérett, és méltán kapta meg ezt a minősítést, amelyen most tulajdonképpen egy ilyen nagyon díszes dugóként, ugye oda került a 2018-as plakát is. Igen. Számítottál arra, hogy ilyen sikeres lesz ez a 2018-as rendezvény arculat, vagy plakát? Olyannyira nem, hogy én úgy tudtam meg, hogy a plakát nyert, hogy azzal egy időben tudtam meg, hogy indult. Tehát, hogy a panyolai szervezőbizottság döntött úgy, hogy ők pályáznak erre a plakátpályázatra, és utólagos engedelmemmel nyújtották de be ezt a pályázatot. Hát egyébként sem haragudtam volna, mert én nagyon büszke vagyok arra is, hogy ők úgy gondolják, hogy az én munkám méltó lehet egy ilyen díjra, és nekem már önmagában az, hogy ők ténylegesen szeretnek engem, meg az én gondolataimat értéknek tartják, az önmagában egy elismerés nekem évről évre. Tehát tényleg mi úgy beszélünk arról, hogy a fesztiválról közösen, mint egy ilyen alkotó közösség, tehát hogy ez abszolút nem egy, nekünk ez nem csak egy rendezvény, és ehhez én ezt a részét tudom hozzátenni, és ők ezt azzal értékelik, hogy úgy gondolták, hogy ennek helye van egy ilyen megmérettetésen, és hát az külön egy cseresznye a hab tetején, hogy a szakmai zsűri is úgy gondolta, hogy ez egy jó munka. Igaziból nincs nehéz dolgom ennyi idő után, nincs nehéz dolgom a panyolai csapattal sem, mert nagyon egy húron pendülünk, meg hát én tulajdonképpen csak azt vettem papírra, amit érzek az idők során, ami nekem megfogalmazódott Panyoláról, úgyhogy szerintem ez látszott ezen a plakáton, hogy ez nekem nem egy munka. Nagyon érdekes ez ugye, mert a Laborkafé kapcsán mindenféle egyéb kreatív ötleteidet is ismerjük, és tényleg, ahogy említetted, itt ez is egy ilyen önkéntes dolog, gyakorlatilag egy nagy szerelem, barátság is mindenféle egyben, és bár tudjuk, hogy grafikus vagy, de azért mégis most ez az elismerés egy picit talán kidomborította ugye ezt az oldaladat is. Vannak még olyan munkáid, amire azért büszke vagy, annak ellenére, hogy azért nem teszed ki őket a kirakatba, vagy nem versenyzel vele, és mondjuk az elmúlt időszakban, vagy években készítettél? Hát nekem most már csak olyan ügyfeleim vannak, akikkel
akikkel ilyen viszonyban vagyunk, mert ugye a labor mellett nekem nem nagyon van időm erre, hogy lejjebb, feljebb legyen, kisebb, piros legyen, meg mégis másik betűtípus, tehát nekem csak olyan ügyfeleim vannak, akik pontosan tudják, hogy mit szeretnének, és olyanok, akik abszolút megbíznak 100%-ban az én gondolataimban, maximum elütéseket javítanak ki tényleg, tehát hogy vagy mondjuk egy másik színre cserélünk valamit, ami mondjuk hidegebbre vagy melegebbre maximum, de nincs, tehát az első átmegy azonnal, amit, tehát hogy én nem vagyok már egy ilyen, hogy mondjam, tehát hogy nem igazi alkalmazott grafikus vagyok, pedig alkalmazott grafikus vagyok, hanem én úgy tekintek azokra, akikkel együtt dolgozom, hogy mi együtt alkotunk valamit. Alkotó grafikus, olyannyira, hogy ugye el is készítetted már a 2019-es Spanyola Fest plakátját. Hát most az előadókról már nincs időnk beszélgetni, minden esetre augusztus 1. és 3. között ismét megrendezésre kerül, és hát maradtak azért ezek a színek, a kék és a fekete. Akkor ez már a védjegye a rendezvénynek? Ez lesz a 2020-as is? Nem hiszem, ez mindig próbálunk újat, ez inkább csak a szilva miatt marad meg mindig, a nem tudom, szilva miatt ez a kékes, meg a víz miatt. Hát Éva, gratulálunk, köszönöm, és köszönjük szépen, hogy itt vagy, és további jó, sok önkéntes programot kívánunk, köszönöm a nézőknek szépen, meg felhívjuk rá a figyelmet, hogyha szeretnének ebben az életérzésben egy kicsit meghemperegni, akkor megfürdeni a Laborkaféban, megtehetik ezt szinte 0-24 órában. Mi pedig most színházzal folytatjuk műsorunkat, Eltűnni hangtalanul címmel rendeztek márai emlékestet nemrég a Bencs Villában, ahol Horváth László Attila és Horváth Réka színművészek közreműködésével villantak fel Márai Sándor életútjának fontos eseményei, gondolatai. A magyarokat, akik kollaboráltak a tatárokkal, később, mikor Batukán emberevői hazatakarodtak, az életben maradt magyarok elevenen nyugszták meg. Kollaborásokkal ez időnként megesett. Az ex-kommunisták időről időre megrólják a kommunista Sztálint, mert felakasztatta a kommunista Kumbélát, és aztán még számtalan sok orosz meg idegen kommunistát. Megrólják a kommunista Rákosit, mert felakasztatta a kommunista Rajkot. És megrólják a kommunista Hruscsovot, mert felakasztatta a kommunista Nagy Imrét. Egyik sem beszél arról, hogy Sztálin és társai logikusan cselekedtek, amikor akasztottak, mert egy vállalkozást, ami nem emberszabású, tehát a kommunizmust, csak akkor lehet az emberekre kényszeríteni, ha erőszakkal kényszerítik reájuk, tehát akasztanak. Egy ex sem meri kimondani, hogy nem Sztálin, Rákosi, Hruscsov, Kádár a bűnösök, hanem Marx, Engels és a társaik, akik az eszmét meghirdették. Az eszmét, ami zsarnokság nélkül nem fogad el senki. Elvenni az emberektől erőszak nélkül a magántulajdont, tehát a birtokostól a birtokot, nagy vagy kis birtok, mindegy. A tulajdonostól az ingatlant, a gyárat, a vállalatot, a műhelyt, a munkástól és az értelmiségtől a szabad vállalkozási jogát. Ez lehetetlen. Erőszak nélkül nincs kommunizmus. És bűnbak nélkül nincs sikertelen kommunista kísérlet. Hogyan állította össze ennek a Márai estnek az anyagát? Elsősorban Márai Sándor 2018-ban megjelent teljes naplójának utolsó kötetét vettem alapul. Ez a napló megrendítő dokumentuma Márai utolsó néhány esztendejének. Nem csak azért, mert egy idősödő, öregedő író saját magával való vívódását tükrözi, hanem feleségének betegségét, halálát és saját közelgő halálát is megírja ebben a könyvben. Ugyanakkor azt a stílust is láthatjuk nála, azt a szemléletmódot is, amellyel korábbi elmékeire visszautal, és mindenek előtt Krúdy Gyulára. Mi, akik Nyíregyházán élünk,
ha Krúdiról olvashatunk, akkor mindig lelkesedünk. Krúdi Márait egész életében végigkísérte. Amikor én ezzel a napóval találkoztam, az volt az elképzelés, hogy ezt az egyébként írói monológot hogyan lehetne dramatizálni. És imittam ott, ahol megidézi felesége szavait, ott megpróbáltam dramaturgiai sebészeti eszközökkel, dialógusokkal átformálni azt, ami a napóban egyébként írói monológ. Ön szerint miben áll Márainak a nagysága, az írói nagysága, hogyha meg lehet ezt egyáltalán fogalmazni? Hát valószínű, hogy hosszan lehetne erről beszélni, de úgy gondolom, hogy pár mondatban úgy lehet, következőképpen lehetne összefoglalni. Márai rendkívül hosszú életet élt. Ebben az életben minden elfért. Elfértek háborúk, forradalmak, emigráció, elfért a művészet számos kérdésével való találkozás. Elfért az, hogy ő polgári származású íróként, a polgárságnak az írójaként szembesült a kommunista hatalom polgárellenességével, szembesült a háború élményeivel, szembesült az emigráns lét kínzó problémáival, szembesült azzal, hogy a magyar irodalom mekkora értékeket hagyott hátra. És ugyanakkor úgy érezte, hogy nem lehet írnia egy olyan világban, amely az orosz megszállást jelentette. És hosszú vívódás után, amikor 1948-ban elhagyta Magyarországot, családostul, akkor meg is szenvedte ennek a történetét, de elkísérte őt Krúdi Gyula, és az előbb is utaltunk rá, hogy életének utolsó napjaiban is, amikor már egyre romlott a szeme világa, ha valamit olvasott, az Krúdi Gyula volt. Milyen érzés Márai bőrébe bújni? Nagyon-nagyon nagyra becsülöm Márait, és azt kell mondjam, hogy én nem tartok tőle, inkább örülök. Örülök neki. Az utolsó végnapjairól szól, éppen naplójegyzeteiből olvasunk fel, és nagyon-nagyon komoly dolgokról beszél ott már, ami megrázó, és koromnál fogva ezzel lassan szépen szembe kell nézni. És engem elbűvöl mindig. Fantasztikus író. Más szemmel néz esetleg mostantól, emiatt az est miatt Máraira, mint korábban? Közelebb került hozzá? Igen, mindenképpen, mert hát ugye színpadi műveit is, mert játszottuk mi is a Parázs, és mást láttam, Két kalandot, Gyertyák csonkig égnek, verseiből néhányat, de igazából a Naplóit nem olvastam soha. Tehát ennyire mélyen a magánéletébe, a legbelsőbb gondolataiba és a feleségével az életének az utolsó éveibe beletekinteni, ez még nem adatott meg. És igen, más szemmel nézek, nagyon személyes. Mennyire van alkalma máskor, hogy ennyire kis térben szerepeljen közönség előtt? Ritkán, de nagyon szeretem, amikor közel vannak a nézők. Az engem mindig is jobban izgatott az ilyen kis térbe való létezés, szóval az jó, nagyon jó, de ritkán. Nem vagyok egy nagy színpadi színésznő. Márai felesége az mennyire áll közel az ön szívéhez, az ön lelkéhez? Közel áll hozzám nagyon. Valahogy azt hiszem leginkább ez a fajta hűség a férjéhez, ezt nagyon, nagyon értem, ezt az igazi, ugye úgy fogalmazzák ők, hogy közösség, egy igazi közösségben élnek ketten, és ugye az ember ritkán él közösségben, és ez hozzám nagyon közel áll. Szerintem Lackóval a házasságunk is egy igazi közösség, úgyhogy ebben biztos nagy a találkozás, a párhuzam. Van kedvenc Márai műve? Hát engem az első, amit én életemben olvastam, és meghatározó volt, az a Füves könyv. Az akkor, amikor ilyen 20 éves koromban olvastam, azt egyszerűen alig bírtam lerakni. Szóval az egy nagyon, nagyon mély találkozás volt akkor, úgy éreztem. Sokat segített. Fiataloknak mennyire lehet ma ajánlani ön szerint Márait? Szerintem Márai, ha lehet ilyen csúnya szóval mondani, nagyon aktuális. Azt hiszem, hogy amiről ő leginkább fogalmaz,
például itt a napló jegyzeteiről ez utolsó, ez a magány, az egyedüllét, és ez szerintem nagyon a mai világnak sajnos egy velejárója. Ezt ha nem is tud az ember róla, de mégis egy idő után tudatosul is tapasztalja ezt, hogy ez létező dolog. És szerintem ebben egy márai sokat tud segíteni. Legalábbis én azt érzem. Kedves nézők, még mindig színházzal folytatjuk. Vendégünk Nyomtató Enikő. Szia Enikő, jó estét! Szép estét kívánok! Hát gyakorlatilag azt gondolom, hogy szinte újraéled azokat a pillanatokat itt a Móricz Zsigmond Színházba, amiket akkor éltél, amikor ugye Erdélyből ide csöppentél Nyíregyházára. Most pedig hát egy gyönyörű szép időszak után, amelyet otthon töltöttél a kislányoddal ismét már a világot jelentő deszka itt a színházban. Milyen érzés volt maga a babavárás, mert ugye te akkor is játszottál? Így van, a Hello Dollyt még azt hiszem akkor kifuttattuk, amikor terhes voltam, állapotos, áldott állapotban lévő anyuka. Szerintem fel se fogtam így az elején semmit, tehát valószínűleg ez sok anyuka így éli meg. Nagyon kiegyensúlyozott voltam színészként is, azt hiszem, meg így leendő édesanyaként is, úgyhogy izgalmas volt, meg hát egy picit ilyen pengeilen táncoltam oda bent, hogy akkor most féltettem nyilván az állapotomat, a kisbabámat, hogy azért volt egy ilyen félsz is bennem, de hogy jó volt még ott lenni. Igen, érdekes ez, mert miközben ugye megszületett egy anyuka is, gyakorlatilag tényleg szinte újszülött voltál itt a színházban, igen. Úgyhogy ez úgy gondolom, hogy elég ritka, hogy valaki beszerződik egy társulatba, és szinte pár hét múlva bejelenti a nagy hírt, hogy bizony ő babát vár. Gondolom, hogy volt benned egy pici félelem is, hogy mennyire lesznek lelkesek a társaid itt a színházban. Abszolút, igen. Hát elsősorban mi terveztük, vagyis én életemben terveztem nyilván azt, hogy szeretnék családot, kisbabát. Az így nem volt betervezve, hogy akkor én most megérkezek Nyíregyházára, és akkor 5 év múlva nekem, vagy 4 év múlva gyerekem lesz. Ezt a sors akarta így, vagyis Zsófi akarta így a kisbabánk. És persze izgultam, tehát akkor, most mondom azt, hogy akkor a színésznői egóm az egy picit dolgozott, hogy jaj, most pont amikor a legjobb szerződtetési szereposztási időszakban is jó feladatokat kaptam volna, akkor majd mi lesz, és egészséges-e, hogy elmegyek, de hát akkor nyilván már nem volt ez kérdés, de akkor úgy bennem volt ez a hezitálás. Persze, tehát nem az, hogy úristen, most félreértés ne essék, csak hogy jó lesz-e ez nekem, akarom-e, kell-e ez, vagy egészséges lesz-e. És tudtad-e, hogy mennyi időt tudsz otthon tölteni, vagy hogy működik ez nálatok színésznőknél más, mint a hagyományos anyáknál, hogy mikor is menjek visszadolgozni? Elvileg ez úgy van, hogy az első 2 év az úgy, tehát én úgy gondolom, hogy a színházban is rugalmasak ebben az igazgató úrunk is, Kirják Robert, meg úgy mindenki ebben rugalmas. Azt mondhatnám, hogy családcentrikusak vagyunk. És tudtam, hogy az első 1 évet azt masszívan otthon fogom tölteni, a másodikra tudatosan már úgy készültünk a családdal is, hogy akkor már vissza fogok csöppenni egy kicsit a színházba, nem teljes merejében, csak úgy visszahuncutkodnék egy kicsit, hogy ne felejtsen el senki, meg én is a színházat ilyen szempontból. És gondolom, hogy azért folyamatosan hangoltál, ugye énekeltél otthon is, hát bizony. Hiszen gyakorlatilag a sejtjeidben van a zene, így vagy szocializálódva, és hát hál' Istennek mi nézők, ugye ezt láthatjuk, köszönöm. Hogy csodálatosan énekelsz. Most pedig a Bob Hercegben látunk Eniként. Egy kicsit mesélj erről a karakterről, és hogy hogyan alakul ez a darab. Igen, a napokban volt az olvasó próbája, úgyhogy még nekem is így egy kicsit friss a történet. Eni egy hétköznapi lány, kvázi az utca népe, nevezzük így, aki gyakorlatilag hát megelégeli azt, hogy mindig mindenki irányítani akarja, és helyette akarnak dönteni, és akkor ebből a lázadásából, vagyis lázadva próbál ebből kitörni, de időközben ugye beleszeret Bob Hercegbe, akiről nem tudjuk, hogy ő Bob Herceg, és akkor hát küzd a szerelméért, küzd az igazságáért, az önmegvalósításáért. Én úgy gondolom, hogy mindenik figurában lesz egy kis olyan történet, amivel a nézők tudnak azonosulni, emberi. És mi lesz még ebben az évadban? Ebben az évadban nekem ennyi.
Akkor ez a csepegtetés, igen, ez a csepegtetés, ez bőven elég lesz, mert nem beszélve arról, hogy ez egy, mivel egy operettet fogunk előadni, ez nekem is színészként kihívás lesz, hiszen még soha nem énekeltem operettet, ezért most tréningezünk rá rendesen. Úgyhogy szokom a helyzetet, szokom a feladatot, meg nyilván izgatottan várom, hogy hová fogok majd én magammal szemben is fejlődni ebben a feladatban. Ugye egy klasszikus operettben zenekari árok és élő zenészek is megbújnak az előadás közben. Ez hogy lesz itt most Nyíregyházán? Ugyanígy lesz, zenekari árokban igen, el lesznek bújva, de hogy ott lesznek alattunk, előttünk, igen, nagy stábbal fogunk dolgozni. Volt-e arra időd addig, ameddig még ezek a csepegtetések sem kezdődtek el, hogy mondjuk te színházba menj? Igen, igen, hálás is vagyok a családomnak ezért, mert nyilván úgy osztottuk be az időt. Az esetek, hát mondjam azt, hogy 80%-ában el tudtam jönni, és el tudtam menni, és meg tudtam nézni a premiereket, amik a színházban zajlottak, vagy esetleg vendégelőadást is. Úgyhogy részese voltam a dolgoknak, nem maradtam le, nem hagytam magamat lemaradni a dolgokról. Itt még a beszélgetés előtt ugye említettem neked, hogy valahol egyszer olvastam, hogy 10 éven belül szeretnél majd kiegyensúlyozott anyukává válni. Hát ugye ez a pipa, ez most megvan. Mondjuk, hogyha a következő 10 év tekintetében kérdezlek, akkor hogyan változnak a tervek? Esetleg szeretnél-e többszörös anyuka lenni? Valahogy úgy vagyok ezzel, hogy ahogy szerintem tehát nekem sem volt a testvérem. És valószínűleg, mivel egy ilyen közegben, egy ilyen világban, egy ilyen családban nőttem fel, a szívem nem igényli az anya részem azt, hogy még egy testvér, meg hát nem is tudnám beleszuszakolni szerintem a színházi életbe azt, hogy még egy gyerek, bár sokan mondják, hogy miért ne, hát most itt az ideje. Tehát szerintem nem lesz még egy baba, bár sose lehet tudni, nem tervezzük. Mi volt a kérdés, bocsáss meg, hogy tovább? Milyen terveid vannak ezen kívül? Milyen 10 év múlva, igen. Hát továbbra is szeretnék kiegyensúlyozott lenni, ez szerintem azért nagyon fontos, hogy az ember ne boruljon meg odabent. Remélem, hogy szeretetteljesen zajlik majd az életem színházban is, és hogyha még időközben lesznek terveim, azokat meg tudom valósítani, és ad az élet, meg a fennvaló egészséget nekem, családomnak, meg mindenkinek. Hát így legyen, Enikő, és nem 10 év múlva, remélem, hogy hamarabb találkozunk. Köszönöm, és beszélgetünk. Még sok sikert kívánok. Köszönöm neked. Mindenkinek, én is viszont kívánom. Kedves nézőink, hamarosan folytatjuk a Weekend második részével, divattal, cirkusszal és zenével, érdemes lesz velünk maradni.